Szerbusztok gyerekek! Engem Rózsa Ramónának hívnak a Szabadkai Majsai általános iskola vagyok. Már ismerhettek a képernyőről, és ismételtem magyar órát hoztam nektek. Magyar órát fogok tartani nektek, és egy mesével szolgálok nektek, de ez különleges mese lesz, meg fogjátok látni, hogy miért. Na nézzük, mit láttok a képen? Mi ez? No, mi ez? A hátterünk. Milyen a hátterünk? Mit láthatunk itt? Hm? gondolkodjunk. Ezek különböző szárak. Biztos vagyok benne, hogy már kiáltátok nekem, hogy ezek szárak. Igen. Tudjátok biztos, hogy vannak gabonaféléink, és a gabonafélénket, amikor lecsépelik, ugye leszedik, akkor a száraz szárakat meg hagyni. Lehet, hogyha mentek nagyobb utazásokon, például kisebb nagyobb településeken is láttok szántóföldeket, akkor szoktatok látni ilyen szalmabálákat is. Na, azokból állítják össze, ugye, a szalmából állítják össze szalmabálákat. De nem hiába hoztam én ezt nektek. Azért, mert ugye a mesevilágban sok mindennel tudunk találkozni. De ma egy olyan mesében fogunk csöppenni, egy olyan világba fogunk csöppenni, ahol mindenki szalmából van. Szóval szalma ételük van, szalma állatjaik vannak, és ők is maguk is szalmák. A mai óránknak a címe A meséje a szalma mese. Varga Katalin nyomán hoztam el nektek ezt a történetet. Készítsétek ki az ABC-s könyvet, legyen ott előtetek, illetve a toltartót is, hisz nagyon, nagyon, fontos, hogy ceruzával írjunk, és azért ellenőrizzétek le, hogy jó hegyes a ceruzánk. Figyelj, és hegyezd a füleid! Szalma mese Varga Katalin nyomán Meseország szélén áll a pici szalmaház. Ki lakik ott? Szalmanyó, szalmapó, meg a szalmafiú. Mit csinálnak? Szalmaanyú szalmaruhát tereget, a szalmafiú segít neki. Szalmaapó kihúzza az udvarra a szekeret, és eléköti a szalma szamarat. Szalmaanyú ez alatt megsüti a szalmacipót. Szalma vágnak mellé vacsorára. Eszeketnek. Szívesen annak belőle neked is. Most, hogyha együtt lennénk, akkor megkérdezném tőletek, hogy megkóstolnátok-e a szalmakolbászt, vagy a szalmacipót. De válaszoljatok erre a kérdésre úgy, hogy szóltok nekem, mondjátok a képennek, higgyétek el, mindent hallok. Nekem még hátul is van szemem, meg hatalmas nagy füleim vannak. De ha véletlenül ott van anyu, vagy apu, vagy a testvér, vagy a nagymama, akkor kérdezzétek meg tőle, hogy ti meg kipróbálnátok-e a szalmacipót, vagy a szalmakolbászt. Garant, hogy valaki azt mondaná, hogy igen, de lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy nem. Na nézzük, hogy amikor minden, mese, minden mesét elolvasva, ugye beszélgetünk, átbeszéljük, megbeszéljük a történetet. Nézzük csak, mi található Meseország szélén? Gondolkodjunk. Nézzük, ott van előtted az ABC-s könyv. Meseország szélén áll a pici szalmaház. Nézzük csak, jól gondoltuk? Igen, a pici szalmaházán. Nézzük a következő kérdést. Kik laknak ott? Na, gondolkodjunk csak vissza. Kik lakhatnak abban a pici szalmaházban? Hogyha jól figyeltél, akkor biztos, hogy eszedbe jut. De akkor jövök egy kis segítséggel minden esetre. Volt nekünk egy szalmanyúk. Volt nekünk egy szalmapunk. És volt egy szalmafiúk. Nézzük csak. Jól gondoltuk? Igen, jó válasz voltunk, nagyon jó. Haladjunk tovább. Jött egy feladat, ez a könyvetekben is megtalálható. Hegyezd a ceruzádat, és ott legyen a kezedben. Karikázd be a helyes válasz előtti számot. Mit süt szalmaanyó? Nézzük a válaszokat. Szalma kenyeret? Szalma cipót? Vagy talán szalma kalácsot? Ha nem emlékszünk vissza, akkor mindjárt jövök egy kis segítséggel. Ugye mit csináltak a mi szalma családunk? Szalma anyu szalmaruhát teregetett, szalmafiú segít neki. Szalma anyu pedig még megsüti a szalma cipót. Nézzük csak, hol szerepel a szalma cipó? A kettes szám alatt. Ha jól válaszolunk, akkor ugye a szalmacipót bekarikázzuk. Nézzük a következő kérdést. Mit csinál a szalmafiú? Játszik. Ugye minden gyerek szeret játszani. Segít anyónak. Ugye van, amikor anyukánknak, anyamánknak szoktunk segíteni. Vagy segít apónak. De megesik, amikor apónak is szoktunk segíteni. Na gondolkodjunk, most jelenleg kinek segített ez a mi Hát ha jól emlékszel, és mindjárt nézzük a szövegben is, hogy hogy is írja, szalma szalmaruhát tereget, a szalmafiú pedig segít neki. Akkor bekarikázzuk a kettes számot. Eddig nagyon jól csináltuk, gondolom én, hogy te már előre bekarikáztad. Hova húzza szalmaapú a szekeret? Nézzük. Az utcára? Haza? Vagy az udvarra? Na, szerinted hova húzhatja? Ha a szövegbe belenézek, akkor azt olvashatom el, hogy szalmaapú kihúzza az udvarra a szekeret, és eléköti a szalmaszamarat szóval a szalmapu a szekeret az udvarra hozza, és utána pedig még a szalma szamarat is kiköti. No, nézzük a következő kérdést. Vajon miért? Ugye miért? A szalmanyú ez alatt megsüti a szalma cipót. Akkor mire valamire készülődhetnek? Mit csinálhatnak? Mire készülnek? Hát ti is biztos szoktatok, hogy megcsináljátok az otthoni munkát, az otthoni házi feladatot, és utána mit szoktunk csinálni? hát enni. Ők is enni készülődtek, hisz megéheztek már. Mit vágnak a cipó mellé? Ugye, ami szalmanyunk, ez alatt megsüti a szalmacipót, szalmakolbászt vágnak mellé vacsorára. Ha jól figyeltél, akkor ugye azt írtuk oda, hogy szalma A képen is megfigyelheted, ahogyan a szalma család jó ízűen falatoz a szalmacipóból és a szalma Hát én nem tudom, hogy milyen lehet, mert még soha nem is hallottam, és nem is láttam hasonlót. Ha ezzel kész vagy, akkor ott van még melletted a tanuljunk olvasni könyvünk is, aminek a 64. oldalát kinyitva jön a következő feladat. Meseországban Szalma fiút, Szalma és szalmaapú néhány dologra megkérte, de mondataik összekeveredtek. Körd össze a megfelelőket. Na nézzük, az első mondatunk, most meg. Mit szoktunk megmosni? Most meg a szamarat, vagy most meg az asztalt, vagy most meg a szekeret, most meg az ajtót, most meg a ruhát, vagy most meg a fogad. Ugye általában, amikor lefekvéshez készülünk, akkor mit szoktunk megmosni? Hát a fogunkat. Ezért a most meg a fogadat összekötjük, és mindjárt meg is jelenik az egyes. Tanító néni előre szaladt, mert úgy gondolta, hogy segít egy kicsit, mivel nagyon, de nagyon sok feladat van. A kettes számnál írja, hogy csukd be. Mit szoktunk becsukni, mikor megkérnek bennünket, a csukd be? Kérlek, csukd be az ajtót. Ahogy láthatjátok, már meg is jelent. Nézzük a harmadikat. Terítsd ki szoktunk kiteregetni, mikor például a mosógép vagy anyu kimossa a ruháinkat. Segítettem, terítsd ki a ruhát, azért, hogy megszáradjon. Fogd be. Mit fogunk be? A szamarat? Vagy az asztalt? A szekeret? Hát ugye a szamarat szoktuk befogni. Ezért fogd be a szamarat összekötitek szépen. Terítsd meg. Mit szoktunk megteríteni? szekeret. Hát, lát, hogy valaki már megpróbálta, de én még ilyenről nem hallottam. De az asztalt, azt meg szoktuk teríteni. És akkor nézzük, hogy mi maradt utoljára. Húzd ki a szekeret. Na most, ahogy láthatjátok, a mondatok mellett vannak betűk. Na most, hogyha helyesen csináltuk a feladatot, és helyesen kötöttük össze, akkor helyes Szót fogunk kikapni az alsó feladatnál, ami így szól. A mondat első részét számmal, ugye, a második részét pedig betűvel jelöltük. Így csináltuk? Így csináltuk. A táblázatban a sorszám alá írt a mondat második része után található betűt. Ezeket a betűket ide kell, hogy írjuk a táblázatba. Láthatjuk, hogy az egyeshez mit írtunk, a ketteshez, a hármashoz, a négyeshez, az ötöshöz és a hatoshoz. Ha jól csináltuk, akkor most egy értelmes szó fog megjelenni. Az pedig a kérlek. Hallottatok már erről a szóról, hogy kérlek, vagy kérem? Ugye a kérlek az egy varázs szó. Minden másképpen történik, és minden másképpen hangzik, amikor oda teszed a mondataidhoz, hogy kérlek. Nézzük csak. Megint elhoztam ezt a feladatot, ami, amit az előbb csináltunk meg. Most nézzük meg, hogy hogy nézne az ki, hogyha kérlek szót oda teszed a mondathoz. Kérlek, most meg a fogad. Ugye milyen kedvesebb? Ugye milyen jobban hangzik nekünk? Vagy például, kérlek, csukd be az ajtót. Mindjárt milyen más. Nem az, vagy csukd be az ajtót. Kérlek, csukd be az ajtót. Vagy például, kérlek, terítsd ki a ruhát. Vagy a ruhákat. Ugye milyen másabb, ha nem az vagy terítsd ki a ruhát, hanem kérlek, terítsd ki. Vagy ott van, hogy fogd be a szamarat. Hm, az olyan kemény egy kicsit. De ha azt mondjuk, hogy kérlek, fogd be a szamarat, mindjárt te is úgy vagy vele, hogy hm, igen, meg befogom azt a szamarat. Vagy terítsd meg, terítsd meg az asztalt. És hogyha úgy kérik, hogy kérlek, terítsd meg az asztalt, akkor szerintem te is sokkal, de sokkal jobb kedvel és kedvességgel meg fogod teríteni. És nézzük az utolsót. Kérlek, húzd ki a szamarad. Milyen másabb az, amikor kérlekkel kérünk meg valakit? Most, hogyha együtt lennénk szintén, akkor megkérdezném tőletek, hogy ti hányszor szoktátok használni, vagy egyáltalán használjátok-e, hogy kérlek vagy kérem? És pont ez is a kérdésem, hogy te mikor szoktad használni azt, hogy kérlek vagy kérem. Szoktad mondani anyunak? Szoktad mondani apunak, a nagymamának, vagy a testvéreknek? A kérlek szó, meg ahogy láthatjátok, hogy nagyon sok olyan szavunk van, amiknek varázserejük van. Mindjárt másabb, hogyha azt mondjuk, hogy kérlek, mint azt mondaton, hogy nem. Szóval házi feladat, és ezt jól vésd a fejedbe, elolvasni a szalmamesét, és ezen túl pedig a kérlek szót minél többször használni. Észre fogod venni, hogy például az osztálytársaid is, vagy anyu, vagy apu is mindjárt másképpen foglízza, ha nem azt mondta, hogy kérek, hogy játékot kérek, vagy adj nekem valamit, hanem kérlek, add ide a táskámat, vagy kérlek, add ide a füzetemet. Szóval köszönöm szépen a figyelmet, kérem!